Kicsomizók! Kiki vagyok. A mai napon kaptam egy rózsaszín dobozt, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet benne. Szóval nyissuk is ki! Szuper! Nézzük, hogy mi van a borítékban. Vajon mi lehet a mai kérdés? Van kedvenc illatod? Igen, van. Például a rózsa illatát nagyon szeretem, vagy az eső illatát, meg a nyári esték illatát. Annyira finomak. Ezek annyira színesek és annyira kis viccesek. Szeretem, hogy ennyire sok van belőlük. Hú, ez mi? Azta! Mekkora kicsomizók! Az a neve, hogy So Bomb DIY. Ez király! Először összeöntöd, utána meg fürdőbombát csinálunk. Ez kicsomisztikus, ez szuper! 3 fajtát lehet. Húha! Én már nagyon izgatott vagyok. Azta! Hú! Bontsuk ki! Ígyni! Azt a mennyi minden! Vannak ilyen porok benne. Gondolom ez lesz mindennek az alapja. Van itt egy tálunk, meg egy tekerünk talán. Gondolom ezzel fogjuk majd összerakni a fürdőbombát. Van szívecskés formánk is. És még több por. Ezzel a készlettel 6 darab fürdőbombát lehet készíteni. Van benne egy ilyen félkörünk. Ez pedig gondolom az állomás, ahol minden készül. Szerintem ez egy keverő dolog lesz. Itt pedig az extrák vannak. Nyissuk ki, és nézzük meg! Csillagok! Ezek pedig ilyen cukorszórás-szerű dolgok. Ezek de aranyosak! Van benne egy sellő, meg mindenféle. Ezek nagyon aranyosak. Van egy pipettánk is. Hú, és matricák is vannak. Mindjárt felragasztom őket. Ez pedig itt a leírás. Így kell elkészíteni. Aha, szóval először össze kell keverni, utána összenyomjuk és kész. Ez szuper lesz. Kicsomizók, szerintem vágjunk bele. Gondolom ezzel kell majd összenyomnunk. Ezzel a dologgal. És itt vannak a formák. Van szívecske, meg kristály. Azta. Ezekbe kell tenni majd a csillagot, meg azt a cukorszórást. Ezek pedig mérőedények. És ez lesz szerintem a teteje annak azzal, amivel összeállítjuk. Azok a porok. Hozzuk ezt előre és rakjuk össze. Szóval először felmatricázzuk. Így nagyon extra lesz. Ezt tegyük ide. Most jöhet ez. Ezt erre fogjuk tenni. Inni. Kicsomizók, hát nem néz ki szuperül. Ide tesszük a csillagot és a cukorszórást. Ezt pedig ide legelőre. És készen van az állomásunk. Jó, nyilván még csak a matricákkal. Most kell összeépíteni. Ide jön az alapja. Ez a kis pohárszerű valami jön ide oldalra. ezek a belső dolgok pedig ide. Ezt pedig csak egymásba kell nyomni, és rá kell csavarni. Ezzel fogjuk összeállítani a fürdőbombát. Őket ez alá a búla alá tesszük. Ez pedig belülre, mert ezzel fog összekeveredni a por. Ez pedig a tetejére. Látjátok? Ez szuper! És ezeket pedig beletehetjük a két kis tégeinkbe. Így mi? Tök aranyosak. Így mi? Szuper! Tegyük őket vissza. Így. Bontsuk ki a porokat. Húha, kicsomizók! Azt a mindenit! Mennyiféle szín! Olyan jó érzés őket fogdosni! Ez itt szódabikarbóna. Gondolom be vannak színezve. Ez itt pedig citromsav. Itt van még egy csomag belőlük. Még több citromsav. És még több színes szódabikarbóna. Így. Szóval, ezt ki kell nyitni. Itt fogjuk összekeverni a porainkat. Csináljunk először rózsaszínt, mert hát a rózsaszín a kedvenc színem. Ez amúgy eper illatú. Beleöntjük a port, egy pipettányi vizet, így, tegyük rá a tetejét, és keverjük össze. Így mi? Kicsomizok, úgy érzem magam, mintha valamit sütnék. Mondjuk valami sütit Mimivel. Így. És jöhet bele a citromsav. Szét kell nyomkodni, mert eléggé össze volt állva. Így jöhet is bele. Visszateszem rá a tetejét. Így. És tovább keverem. Így mi? Szuper! Oldalra kell dönteni. És így még tovább tekerjük. Amúgy kicsomizók, annyira szuperek ezek a fürdőbombák. Egyszer már kipróbáltam, és tök vicces volt, az egész vizet beszínezik. Meg ha csillámokkal van tele, az még királyabb, mert akkor az egész víz csillámlik. És hát tudjátok, mennyire imádom a csillámokat. Én még nem próbáltam. Majd talán egyszer. Vagy nem tudom. Ti használtatok már ilyet, kicsomizók? Írjátok meg kommentben. Hú, milyen finom illata van, epres. Csináljunk még egyet, mert én ilyen tie-dye-osat szeretnék. Tudjátok, ami két színű. Ez legyen mondjuk kék. Ez vanília illatú. Így mi? Ugyanúgy kell bele víz. És megint keverhetjük. Így mi? Hú, annyira szép színű ez a kék. Olyan rikító. Most pedig jöhet bele a citromsav. Így mi? Szuper! Szerintem ezt tök egyszerű elkészíteni, de mégis nagyszerű lesz a végeredmény. Egyszerű, de nagyszerű. Tovább keverem. Így mi? Szuper! És kész! Most pedig össze fogjuk állítani. Itt. Tegyünk bele ilyen cukorszórást, ami igazából nem ehető, szóval szerintem megkóstoljátok meg. Elkezdjük belekanalazni a rózsaszínt. Így mi? És apránként hozzáadjuk a kéket is. Mert ugye ilyen tie-dye-osat szeretnénk. A közepébe teszek mondjuk egy kis cicát. Tudjátok, mert amikor felhasználom majd a fürdőbombát, akkor a vízen lebegni fog majd egy cica. Még több rózsaszín. És még több kék. Így mi? És most pedig összenyomhatjuk. Így. Hú, nagy erővel. Kicsomizók, szerintem ez még így nem elég. Teszek még bele. Mindkettő színből egy keveset. És csillagokat. Így mi? És most nyomom össze. Így. Szuper! Készen van az első fürdőbombánk, de ezt 30 percig pihentetni kell. Így. Most várunk ugye 30 percig. 30 perccel később most elkészült a fürdőbombánk. Szerintem vegyük ki belőle. Le kell venni a tetejét, és lehúzni az oldalát, és ezzel szét fog nyírni a formánk. Készen van a bombánk. Ez rímelt. Ez szuper lett, kicsomizók. Olyan, mintha ilyen galaxisos lenne. Húha! Szuper! Hú, lehet vele játszani. Hú, milyen finom illata van. Így. Ez nagyon szuper. Ezt tegyük vissza. Szerintem este ezt a fürdőbombát tuti ki fogom próbálni. Annyira szuper. És olyan finom illata lett. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és kommentben írjátok meg, hogy ti szeretitek-e a fürdőbombákat. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Kövess minket Instán! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a KEDD csatornájára!